Pécs idei költségvetésének módosítása is szerepelt a közgyűlés ülésén. Azért kellett erről dönteni, mert a kormányzattól többlettámogatást kapott az önkormányzat. Sok százmilliós tételek, amelyek például a szociális ágazatra, az óvodákra, bölcsödékre fordítható, tehát olyan kiadásokra, amelyek indokolják azt, hogy valóban megfelelő támogatásban részesüljenek. Tehát ez is egy bizonyítéka már megint csak annak, hogy a baloldal lufikat fújja, amikor azt mondja, hogy a kormány kivérezteti a baloldali vezetési önkormányzatokat. Éppen ez, ennek az ellenkezője az igaz, a mai vagy a holnapi költségvetési módosítás is arról fog szólni, hogy több százmillió forinttal több forrás érkezik különböző közfeladatokra, amelyek fontosak és az itt lévők javát szolgálják. Csizmadia Péter a költségvetés módosításához három módosító indítványt nyújtott be. Az első indítvány szerint a város csoportosítson át 200 millió forintot a pécsi óvodák költségvetése számára. A második indítvány szerint a pécsi kommunikációs Kft-től kellene elvonni 50 millió forint támogatást, illetve a 35 millió forintos polgármesteri keretet, hogy ezeket az összegeket átcsoportosítsák a Tükebú ZRT dolgozóinak a bérendezésére. A képviselő harmadik indítványa arra irányult, hogy legyen ingyenes Pécs városában a házasságkötés, aminek támogatásához egy 10 millió forintos összeg elkülönítésére tett javaslatot. A javaslatokat azonban leszavazta a baloldali többség.